Szevasztok srácok! Hú! Elég rég nyomtuk, elég rég volt ládanyitás, és ezt az egész ládanyitást most egy kis cségóval fogom kombózni. Kitaláltam egy remek dolgot. Ládákat fog nyitogatni a Hellcase-en, és már Isten tudja, hogy mióta volt Hellcase-es videó, ezért ideje volt már szerintem. Itt vagyok, fel vagyok készülve, itt van a laptop, beszereztem közben egy új mikrofont, széket, srácok, fel vagyok szerelve, és tudtok ingyen pénzt szerezni, azért figyelj, ingyen pénzt, hát ez kinek nem kell. Itt vagytok az oldalon, bejelentkeztek és rámentek a pluszra. Ide beírjátok szépen, hogy Mzoli, és kaptok ingyen 65 centet, vagy hogyha fel szeretnétek rakni az oldalra, akkor beírjátok azt, hogy Mzoli 15, és kaptok plusz 15%-ot a depozitkor. Mindenki csak akkor játszol, hogyha szeretne, senkit nem buzdítok, ezt a videót most szórakozásképpen csináljuk, ugyanis az egérérzékenységünk fog növekedni, ha kinyitunk egy 10 dolláros ládát, és a skin legalább 10 dollárt nem ér el, amit nyitunk belőle, akkor egyen megnöveljük a célkeresztet. A videót a Hellcase támogatta. Használd az Mzoli kódot ingyen pénzhez, és ha szeretnél nagyon jó skineket szerezni, akkor próbálj ki más ládákat is. Link a leírásban. Zümi-nek köszönöm szépen a fiókot, hogy adott nekem egy Silver 4-es fiókot, srácok, ezt az én sasrangomban nem nagyon merném megcsinálni. Előző videóban például vele játszottam meg Alexal, nézzétek meg, hogyha szeretnétek, egy vagány kis versengőt nyomtunk. Na de indítsuk is a... Induljunk nullán. Fú, hát nullán egyáltalán nem mozog. Nyissunk is, srácok, három ládát. Jó, 27 dollárba kerül, hogyha az három skin, amit nyitunk, nem kerül legalább 27 dollárba, akkor kell emeljünk az egérérzékenységen. És ez nem lesz 27 dollár, ez... Jó. Jó, figyelj, legalább elindított minket az utunkon. Most már egyen játszunk. Fú, még ez is kevés, én 1,7-en szoktam játszani, viszont még warm-up-ban vagyunk, tehát sikerült a warm-up-ban felvigyük. Nyissunk három darab covered ládát, és nézzük meg, hogy az első körünket hogy fogjuk játszani. Felviszik a kettesre, vagy sem? Azt hiszem 17 dollár. Nem rossz, viszont fel kell vigyük kettőre. Na jó, nézzük meg, hogy hova mentek. Hát a bomba B-re ment, haladjunk B-re. Nem tudom, hogy húzza ki. Jó, kette megöltük, ez az. Menjünk be szépen lassan. Az a baj, hogy meglátták a bombát, hogy itt van. Tesó, Diggler... Plendi, of car, plendi! Azaz, azaz. I fuck you! Motherfucker! Piece of shit! I blend you a piece of shit, man! Az, ú, 1v1 van, srácok! Hát nem hiszem el! 1-0 nekünk, ez az! Nézzük meg egy Supreme-et, a Skirmist azt annyira nem szerettem. Nézzük meg ebből 5-öt, 5 Supreme láda. Tudom, hogy már elkezdődött a kör, tudom, hogy elkezdődött. 35 dollárba került az 5 láda, és ott is Tatrax Cyrex, az nagyon jó lesz. 35... figyeld, tesó! Jó van, maradunk ennyin, viszont nem tudunk vásárolni, franc egye meg. De Jézus Isten, 66 dollár nyitottunk 35-ben, mi a franc ez? Hopp, ott van egy ember, lovertana. Fú, jó, ketten vannak bén. Nincs senki, hát akkor menjünk ára, de hülye vagyok én is. Ott is van. Az nagyon szép kell a fegyvered. Ott van, figyelj, minek fegyver, hogyha glockkal is megy, de komolyan. Nézzük meg egy 29 dolláros prémiumot, hadd lássuk ebből minusz vagy plusz, reméljük, hogy profitálni fogunk. Nézzük. És úristen. Hát azon kívül, hogy fel kell vigyük 3-asra a sensitivitünket, azon kívül egy fos nyitottunk, és nálunk van a bomba is. Hú, nehezen, nem tudok kiszprayelni. Még irányítható, de akkor mi lesz 20-asnál? Tehát, mi lesz 20-as sensitivitin? Ó, mekkora fejes. Ó, és még a bomba is lekerül. Nagyon zsír. Nézzük meg ezt az izákot, jó? Nézzük, közben ráveszük a heget, flash, minden jóságot, és 5-50-ből csinált. Úristen, ez pár cent. 67, tesó. 4-e sensitivity. Itt még nincs földrengés, de... kicsit kezdünk szédülni. Ó, de mégis. Ó! Ó! 2 HP, mi a franc? Nézzük egy fédet. Ebből a fédből tényleg jöhetnek olyan rosszak, hogy az egész pénzünket elviszi. De nézzük meg, azért mennyi kés ott elpörög. Azt nézd meg, hát igen, pont arról a Soudoff-ról beszél. Látod, 14-ből 2 dollár, tehát sensitivity 5. De most még mindig az irányítható mezőben vagyunk, most még mindig okés. Na gyere, nézd ki ott megint, az ott volt. Tesó, ott volt, megmozgott. És ott is van, oj, de vártam. Ezek nem vesznek kevlárt amúgy? Eldobom azt a heget. Még van egy shorton.
Meg lesz, megvan ez az. Nézzük meg egy hardened ládát, 13 dollár. 13, ugyanúgy ez a hardened is az nagyon veszélyes láda. De akár kés is bejöhet, és igen, pont erről beszélünk, 15-ből 6.42. Fú, mert még a felét se hozta vissza. 6-os sensitivity. De ez még mindig okés. Srácok, felviszem, nem tudom, 8-ra. Na, még a 8 is okés. Még a 8-ra is úgy vagyok, hogy oké, teljesen játszható. Azért már látjátok, hogy kezd kicsit, hogy mondjam, ilyen földrengésszerű lenni, mikor így próbálok precízen jobbra-balra. Ó, most látom amúgy, amikor a sarkakat próbálom tartani, hogy milyen durva már. Jó. Miért gondoltam, hogy 8 a sensitivity-vel én túl fogok ilyet élni? Reméljük, hogy nem azért mean ez a láda, mert át akar minket verni. A mean az azt jelenti, amikor valakivel gonosz vagyunk, és... Na, Froncány, hát 36-ból 22... Tízesre az egérérzékenységet. Fú, jó. De hát hiába tízes, hogyha nincs fegyverünk. Kérek egy fegyvert. Azt a magozót azt kérem. Jó, ez az. Van fegyverünk, ez az. AVP. Na. Ki az a... Gyere ki. Azaz. Azt nem tudom, hogy sikerült. Jó, hogy egyedül vagyunk, oké. Hopp, az ott van. Honnan? Nézzük meg ezeket a statrakládákat amúgy. Ebből próbáljunk meg hármat. Vagy legyen inkább csak egy, mert ki akarok a végén nyitni egy diamond ládát. Ó, a statrak, de ez nagyon jó. 9-ből csináltunk 13-at. Jó, maradunk a 10-es sensitivity-n. Elég rossz. 1v4 szituáció, hogy tessék. Most veszem észre, hogy mi a szitu. Pedig az is meg lett volna. 10-ről 15 a következő cél, az már szerintem kicsit irányíthatatlan lesz. És nézzük meg egy covered ládát, jó? Csak azért, mert ki szeretném nyitni a végén 180-ért azt a ládát, és nem szeretném, hogy teljesen bebukjuk itt a mindenséget. És lássuk, hogy coveredből, kameleon, 7-ből csináltunk 5-29-et. Hát akkor 15. 15 a sensitivity. Alig érek hozzá, srácok, nem tudjátok amúgy elképzelni, hogy milyen millimétereket megyek amúgy az egérpadon. Na jó, oké, van egy miden. Ezt kikincselezzem. Jó, meg egy... van még itt nekünk. Nem tudom, hogy ne kérdezd. Ketten is voltak. Fú, az egy mini szívroham. Srácok, valahogy megoldjuk, hogy így is másodikok legyünk, nem sokkal az első előtt, tehát... Na, az meg lehet, az gyönyörű, az nagyon szép. Na, nézzük meg ebből az 1v2 szituációból mit csinál. Mindkettő amúgy itt van. Nagyon jó, nagyon szép, és ott van a másik is. És... ennyi. Hallod? Skirmish láda, nézzük meg. Na, akkor is a legutolsó diamondra vagyok kíváncsi. Az azért epic lesz. Na, és ez egy Nova, ami 650-ből 475. Közelítünk, de... sajnos fel kell vigyük 20-asra. Jó, nem merek hozzáérni. Mekkora földrengés. És van, akik így játszanak amúgy. Nem tudok precízen célozni, de... 13 dollárért advanced láda. Nézzük meg. Amúgy köcsök vagy, tudom, hogy itt várok, meg afkolok. És na, ez a first class, ez jó lesz. Maradunk a 20-as sensitivity. Én aminek örülök, mert már itt is kezd kicsit érdekes lenni. Nézd ki, tesó, ha mersz. Nézd ki. Nem én lőttem el, de kaptam asszisztot. Hát akkor eleget belelőttem ezek szerint. Go guys, go. Hátba lő tékezdő. Ja igen, most itt eszembe, hogy silverben vagyok. Lássuk ezt a kollektort 465-ért. Uxben állom, van a bomba. Jó, megyek, mert most már ez köcsökség, amit csinálok. De miért bére jönnek amúgy mindig, hogyha nem tudnak játszani? Na, 40, ez rendben van. Jó. Ja nem, 25 cent hián fel kell emeljem a célkeresztem. 25. Húha, na jó. Jó, ben vagyunk srácok B-site-on. Ajaj, az a baj, hogy AVP-je van. Megpróbáljuk lerakni. Hol van? Hallgass már. Ott van. Hol? Nem látom, nem tudom, mi történik, srácok. Fogalmam sincs. Nem tudom, elvesztettem az irányítást. Nem tudtam. 440-ből, 460-ból, vagy 65-ből, mennyi az a láda? 375. Srácok, 30-as érzékenység. Hogy? City. Nem, sor. Ah, ne, tesó, elfogok! Nem örülök, ami történik. Még egy jön. Mit mond nekünk a Knife Life? Felvigyük, vagy nem? És... Control Panel... 6-15, ez ilyen olcsó. Legyen 40, oké. Okay. Na, van egy MVP-nk, amit most látom, és csak 4 ponton vagyunk, lemarad az elsőtől. Szia!
Hello. Na jó, hát induljunk meg. Még a belugró srácok az a veszélytől. Nem szembesülök vele. Esetleg kimegyünk szépen lassan. Uha. Hú, tesó, mekkora fejes. Úgy érzem, hogy rajtam a világ szeme. Most. Jó, mi csak hallgat. Jó. Uaj, mit csinálok? Azt a büdös. Ez nem történt meg. Köviláda, Beast. Nézzük meg, tetszik a színe. Lássuk 4 dollárért. Mit fog ez nekünk hozni? Többet vagy kevesebbet? Hú, amúgy közben felállok. Fú, bére megyek. És 4 dollár... Bo... Ilyen 13... Franc egye meg. 50-es, srácok. 50-es sensitivity. Közöttünk a 100-hoz lassan. Vajon elérjük a 100-at? És lehet itt jönnek. És itt jönnek. Jó, ja, hátamnál is van egy. No chance. Viszont lehozzuk már. Már csak 4v1 van. 3v1. Na, azt már megölitek. Az már menni fog. Hárman, ez az. Lássuk, menjen. Pörögjön. És Uncharted. 43 cent. Atya úristen. Na, menjen a 60 a sensitivity. Fiúk. Kezd. Jú, ez nagyon epic most már. Azt a büdös. Jó, ide bizon kell, ide csak sprayelni fogunk. Amit tényleg sprayelni kell, az csak klikket kell. Nem kell annyira célozni. Amúgy jönnek minden, ahogy látom. Igen. Ja, egy kill. Az is meg lehetett volna. Nem ott van hátadnál, vagy is sekkal fogod kapni a kukit. Tudjátok mit, menjünk upgrade-re. Nézzük meg ebből az aukból, mit tudunk csinálni. Egy ilyen hiperbestiárt esetleg. 63% van rá. És ott van, ez az! Jó, megcsináltuk, akkor maradunk 50 sensitivity, mintha az olyan jó lenne. Hogyha tetszik srácok ez a videó, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok esetleg. És tudjátok mit, írjatok nekem kommentekbe ilyen challenge-eket még, hogy miket csinálják így ládanyítások keretein belül. Nekem vannak pár ötleteim, de azért a tieteket is meg szeretném mindenképp hallgatni. Mit csinál a csapatom? De ezt miért oda nézel? Azt láttad, hogy megugrott a teste? De mennyi, már nem lesz időd. De... Tesó, úgy ketyeg a bomba, azt még nyugodtan shiftel. Esküszöm, nem értem. Nézzük meg ezt a classifiedot, itt csak ilyen rózsaszín skinek lehetnek. És nézzük meg, hogy... Na, a Desert Eagle Conspiracy egy jó 3-30, de tesó, jött nekem egyáltalán profit valaha? Legyen 65-ös sensitive. Itt már nem lehet játszani. El sem tudom dobni a... Azt a büdös. Skirmish láda, ezt már azt hiszem nyitottuk egy párszor. Maradok még a piciknél. 650-ből... Na, a Neo Rider az talán profit. 650-ből zsír. Jó, maradunk 80-on. Hú, már a következő 100 lesz, jó? Na jó, az mi volt? Tehát lefele nézel, így nézel, és hirtelen fejbe lősz engem. Nézzük meg, kuskatok, ténylegesen egy kézbe tölt. Nézzük meg ezt a 341-est. Hadd lássuk, hogy mi lesz ennek a vége. És lássuk az első, egy Scorched Battle láda. Fú, 61 cent. Jó, nagyon jó. Lássuk egy Glock Wraith. Ezt a srác vitte. És ő vezet egy 10 centtel. Hadd lássuk, ez. Nem már 20 centtel elvitte. A fene vigye. Fú, azért most már látod, frame, mint a frame-enként menne. Itt már akárhány millimétert mozgok, az egy különféle mozgás. Azért elmagyaráztam. Itt elértem ahhoz a pontos, srácok, hogy... Elértem ahhoz a pontos, hogy nem tudok finoman célozni. Tehát most már csak 3 centinként célzok. Ne, miért töltök újra? Fú, de ez, itt most már száguldok. És lehet felkevjem 100-ra. A Fison az igen, az olcsó lesz. Srácok, 100-as sensitivity. Úristen! Na jó, itt már nem lehet. Azt a büdös! Hogy? Hogy sikerült? Majdnem 2-t, 27-et kapott. Viszont most következik a Diamond láda. És ez a Diamond lesz az, ami megmondja nekünk, hogy mi fog történni. Srácok, 150-re fogom felemelni, hogyha rossz. Ha pedig profit, akkor marad a 100. Nézzük! Úramisten! A Diamond láda az mindig a csúcs, amúgy. És... ez a Brightwater, ez mennyit ér? No! 203! Mi van? 200, 180, 200, 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 200
Oké, okay, nice. Uramisten, látjátok, hogy mennyiket mozgok? Egy millimétertől? Ennyiket. Ezek már amúgy benn vannak bén. Hamar. Egyet megpróbálok elcsípni azért. Valahogy. Valamilyen csoda folytán. Hagyjatok már! Hopp, azt a büdös! Azt a büdös, azt is fejbe kaptam! Blazucsó! Jó, van! Jó! Lehoztuk, mert diffúzolta, és meg is ölte. Nagyon szép, gyönyörű. Lehoztuk, mert diffúzolta, én közben ott eltereltem a figyelmét. Ez zseniális volt ez a kör. Nézzük meg, hogy 20 centből ki fog győzni. 20 centből, hát... Istenem, 150. 150, srácok. Ez már játszhatat. Ez már eddig is, nem, még eddig játszható volt, mert láttátok, tudtam ölni. Egy millimétertől ennyit megy. Ez rengeteg. Hopp, itt miten jönnek? Egy! De meg fogok halni! Jó van, egyet öltem, meg kaptam egy asszisztot. Remélem profit lesz, és maradunk a 150-es sensitivity-n. És... hú, ez nem tudom. 35. Hí, 200. 200, fiúk. És kaptunk egy shotit, amire nincs szükségünk, mert... mert a bizon sokkal jobb. Még az MP7-től is jobb, mert több golyó van benne, és nagyobb az esély. Nagyobb az esély, hogy beadja, érted? Itt inkább itt az esélyre megyek amúgy, hogy eltalálja az enemit. Mert ha egyszer eltalálja, tartom rajta célkeresztet. Nagyon benn vagytok. Nézzük meg ezt az R8 revolver. Próbáljuk meg egy vagány Cyrex SGV felupgrade-elni, és beadod. Ó, ne már, hogy az utolsó centid mentél át. 300 a sensitivity. Ne. Itt már feladom. Itt. Jó, srácok, a korásbi. Nem tudtam finoman odarakni már a célkeresztet. Itt már egy fél métereket megy a célkeresztem a legkisebb egérmozdulattól is. Már ez az a pont. Na, azt ki fogjátok gyújtani ott, az nagyon jó. Na, mehet a diffuse. Jó, easy. Jó, kíváncsiságból, srácok, felviszem 500-ra. Hát itt már értelmetlen játszani. Ez már az a pont, amikor minek játszol, Zoli? Itt, hogyha valaki a célkeresztem bejön, és én eleresztem a klikket, akkor talán nem volt, mit csináljak. 1000. Itt várom, hogy befussanak a célkeresztembe. Az baj, hogy most nem tudtam, hogy merre megyek. Hűha! Jajjaj! Na most, így. Ezre sensitivity-vel öltünk! Ezre sensitivity-vel! Azt a büdös! Vigyük vissza 1,7-re, és innen megpróbáljuk megnyerni. Fú, 1,7-en most már... 1,7-en most már nem olyan játszani. Azt a büdös! Biztos, hogy nekem ez a célkeresztem? 1,7? Jó, legalább van egy alkánk, srácok. Van egy alkánk, csak az a baj, hogy... Kevó nélkül. Hiu, na jó van, oké. Én élveztem. Szereztünk 19 killt. Másodikok lettünk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Ahhoz képest, hogy 1000 sensitivity-ig felmentünk. Ezres érzékenységet ki sem merem mondani, nem tudom elhinni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és írjatok kommentekben ilyen challenge-eket, hogy miket kéne még ilyen ládanyítás keretein belül megcsinálják, mert én élveztem. Találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók, és sziasztok!